Hare Krishna! Horváth Dalma Izabella vagyok, és szeretném nektek elmesélni, hogy én hogy is lettem Krishna hívő. Nos, az én életemben viszonylag korán jelentkezett már a Krishna tudat, legalábbis olyan szempontból, hogy apukám még fiatal korában elfogadott egy Bhagavad Gita-t egy könyvosztó Krishna hívőtől, és ő azt hazavitte, próbálta értelmezni, olvasgatni, több kevesebb sikerrel, mert azért elsőre neki ez egy kicsit nehéz olvasmány volt. És félretette egy polcra, hogy hát ha majd a lányának jól fog jönni, hát ha majd én fogom tudni értelmezni. És ő ezt nagyon jól látta már akkor, mert én gyerekkoromban többször is elővettem, lapozgattam, ismerkedtem vele, ember fogalmam se volt, hogy amúgy mit tartok a kezemben. Én nagyon szerettem gyerekkoromban a Her című filmet, azon belül is a Hare Krishna mantrás jelenetet. Nagyon sokat énekeltem, táncoltam rá, és a szereplőkkel, és később is a barátaimmal sokat emlegettük azt a filmet, azt a jelenetet. Én alapvetően egy keresztény családba születtem, és az Isten tudat mindig körbeölelte a mindennapjainkat. Minden vasárnap jártam gyerekmisére, minden héten jártam hittanoktatásra, voltam első áldozó, bérmálkoztam is. Szóval az Isten tudat, az igazságnak a keresése így mindig is benne volt az életem mindennapjaiban. Mindig is érdekeltek a világmegváltó kérdéskörök, és próbáltam megérteni a körülöttem lévő eseményeket, próbáltam megérteni, hogy miért is történik ennyi szenvedés a világban, miért történik ennyi szenvedés velem, és nagyon sok kérdésemre így gyerekkoromban nem kaptam választ, és ezért többször is alább hagyott a hitem, és elvesztettem a hitemet. A prioritás is másra került, viszont ettől függetlenül tudtam, hogy mivel egy vallásos családba születtem, ezért ezt teljesen nem fogom tudni elhagyni a vallást, és vissza fogok térni valamilyen úton, módon a hitemhez, csak nem tudtam még, hogy hol keressem a kérdéseimre a választ, és nem tudtam, hogy mi az én utam. Aztán 2019-ben elmentem egy jóga táborba, amit egy Krishna hívő házaspár indított el. Nekem fogalmam se volt, hogy egy Krishna tudatos légkörbe csöppentem. Leginkább az Ayurveda került előtérbe, az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás, a jogának a fizikai aspektusai. Viszont ez a házaspár így a mai napig is az életem része, és valószínűleg ők is hozzájárultak ahhoz, hogy én most jelenleg itt vagyok, mert már akkor is egy nagyon kedves, Krishna hívő házaspárral tudtam kapcsolódni, ami biztosan sokat segített rajtam. Majd 2020-ban elkezdtem az ELTE-n az óvodapedagógia szakot, ahol megismerkedtem nagyon kedves leányzóval, akit úgy hívnak, hogy Kámalata. Őtőle sokat kérdeztem, mert egyből kapcsoltam, hogy ő Krishna hívő, és érdeklődtem a Krishna tudat iránt, csak nem olyan mélyen még akkor. És akkor beütött a pandémia, és ahogy mindenkit, engem is nagyon megviselt a bezártság, és miután újból mehetünk már jobbra-balra, ráírtam a barátnőmre, Kámalatára, hogy figyelj, én engem nagyon megviselt ez az időszak, nagyon depressziósnak érzem magam, kérlek segíts és ments meg, és vigyél valami programra el, ahova te is járni szoktál, mert én nem bírom tovább. És pont azon a hétvégén volt Krishna völgyben a Vyasa Puja, ami egy nagyon nagy fesztivál, és volt szerencsém elmenni arra a fesztiválra vele, és nekem ott volt meg az a tipikus aha élményem, amikor azt éreztem, hogy megérkeztem, amikor azt éreztem, hogy én ezt kerestem. Nagyon sokat énekeltem, táncoltam a Krishna hívőkkel, nagyon otthon éreztem magam, rengeteget tisztultam, rengeteget sírtam. Nagyon szép emlék számomra az a hétvége, és ez volt tavaly májusban. Azóta gyakorlok rendszeresen, azóta próbálom beépíteni az életembe a Krishna tudatot. Elkezdtem a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolát,
szeptemberben, most leszek másodikos a jogamester szakot, de majd szeretném a teológiát is elvégezni. És én nagyon hálás vagyok amúgy a baktáknak, a Krisna hívőknek, nagyon hálás vagyok a Krisna tudatnak, mert úgy érzem, hogy megmentette az életemet, és adott egy tökéletes támpontot, hogy hogy szeretném élni az életemet. A jövőbeli terveim között van még az is, hogy beköltözök a templomba, itt Budapesten, és szeretnék elkezdeni könyvet osztani, mert szeretném olyan szempontból megváltoztatni az emberek életét, mint annó apukámnak az életét megváltoztatta egy könyvosztó, Krisna hívő, illetve általa az én életemet is megváltoztatta, szeretnék prédikálni, és hát igazából ez itt az én kis történetem. Köszönöm, hogyha meghallgattál, és vigyázz magadra! Hare Krishna!